Tovább bonyolódik a Lakatos Márk ügyével kirobbant botrány. Új nevek merültek fel, K. Endre többszörösen visszatért, de nem úgy, ahogy gondolod, Mérővera pedig átállt, aminek csak egy oka lehet. A mai videóban összeszedtem neked mindent, amit tudnod kell a legfrissebb fejleményekről, és arról, hogy mi az a négy lépés, amit Lakatos Botrányának elsikálása érdekében alkalmaztak. lakatos márk botránya kapcsán a lakatos mozdatók, vagy P mosdatók, ahogy ők nevezték a fél országot annó, látszólag összefüggéstelen módon kommunikáltak. Azonban, ha szemfüles vagy, akkor megtalálod azt a négy lépéses stratégiát, amit követtek. Először volt a hallgatás. Egy héten át. De még lakatos is hallgatott, akit megvádoltak. Csak hogy legyen egy kis kontraszt, Alföldi neve eddig nem volt képben, max a rendőrség számára, de ott sem tudom, hogy milyen kontextusban. Az is lehet, hogy, hogy, csak tanú vagy ilyesmi, sőt, elég valószínű. Majd Magyar Péter tegnap bevágta, hogy az ő neve is ki fog kerülni. Mit csinált Alföldi? Még aznap kiállt, elmondta, hogy köze nincs ehhez, sosem tett ilyet, és azonnali bocsánatkérést követe a Magyar Pétertől, aki ennek eleget is tett. Igazából csak Robi és a rendőrség tudja, hogy Alföldinek van-e, és ha van, akkor mi köze az ügyhöz, de ha lakatos és így tett volna azonnal a bujkálás és a menekülés helyett, akkor talán kevésbé lett volna gyanús. Minden esetre az első lépés a hallgatás volt. Hallgattak. Mindenki. Hogy a jobbos mainstream szerintem miért, azt már elmondtam. Valószínűleg azért, mert Robi egy héttal azelőtt küldte el őket a vérbe. Na, ez a jobbos csend azóta megtört. Gondolom rájöttek, hogy ez az ügy ez most túlmutat néhány személyes sérelmen. És... Igazság szerint ezt a részt akár ki is hagyhattam volna, de szerintem úgy fair vagy úgy korrekt, hogyha a saját közvetett közösségem hiányosságairól is beszélek. Na, de folytassuk tovább. A balos sajtó hallgatásáról már más elképzeléseim vannak. Ott csak simán abban bíztak, arra játszottak, hogy műbalhé, és hogyha nem foglalkoznak vele, akkor reménykedtek benne, hogy elül a botrány. Ez volt a nagy stratégiának az első lépése. Ezt a területet szerintem pottyondi és a gyülekezetek kimakszolta. Sikerült úgy beszélnie a lakatos botrányáról, hogy levegővételenként rogánozzon egy öblöset. Rogán művek prezentált a gyermekbántalmazás. Rogán Antal szereposztó díványát látom rogán influencereknek. Gyermekvédőnek nevezi magát Bajer Zsolt, Beseatya Palástjába bújt vérfarkas. De hallod, nem báránybőrbe, nem reverendába, Beseatya Palástjába. Lakatos márka vádak szerint, 15 éves árvákat rendelgetett magának, Pottyondinak erről pedig egy meleg papjut eszébe. Hadd kérdezzem meg, kedves Edina, akkor most ki mossa össze a kettőt? Ó, de a terelés itt nem ért véget. Azért tiltakozik Baljer mert a kormányzat kitiltotta a civil szervezeteket az árvaházakból hogy ennyivel is kevesebb esély legyen a predátorok lebuktatására. Remélem most már mindenki érti. Lakatos Márk azért rendelhetett magának az árvaház étlapjáról, mert mocskos videsz. És ezt még csak meg sem kell indokolni. Hát nem egyértelmű. Hát ennyi erővel, Edina, tehát ennyi erővel Varga Jucit is leszíthattad volna, hogy miért tartott otthon vastag lexikonokat. Nem működik a gyermekvédelmi rendszer. Még mindig nem. A terem buráját a macska rúgja meg. Tökre fel vagyok háborodva, és nem egy előre megírt forgatókönyvet olvasok fel. Rosszul mondtam, kormányfő, jó. Mindegy, nagyon sok provokálás fog jönni, nagyon sokan próbálják majd felcseszni. Főleg, ha látják, hogy így instabil, akkor most Szinten. rámennek erre. Tízszeres türelmet kell felszedni, és azt, azt kell mutatni, hogy ő, ő nyugodt tud maradni bármilyen szituációban, mert ez már egy másik volt. Na de várjál, doppergés, most jön a java. A francba lesz tele a NER sajtó, meg az m híradó Nagy Ervin és Lakatos már közös képével. Először ezt én sem értettem, de ha emlékeztesselek, nem is tudom, saját magadra, kedves Ede, te milyen képeket is használtál besebotránya kapcsán? aki még csak törvényt sem sértett, max az egyházét, de hát az nektek meg amúgy is akkora ünnep, mint nekünk egy templomi esküvő. Nem emlékszem, hogy bárki is a képen szereplő közül kiállt volna be sem mellett, ellenben Nagy Ervin konkrétan megvédte Lakatos Márkot csak mondom. Ha esetleg valaki nem ismerné fel a módszert, akkor lapozza fel Saul Alinsky Radikálisok 12 szabálya című könyvét. Edina itt például a 12. pontot alkalmazza. Választ ki a célpontot, izoláld, nevezd meg és polarizáld. Vágd el a támogatói hálózatától, és szigeteld el a célpontot a szimpátiától. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények. Nehogy azt hidd, itt nem be se volt a célpont, hanem azok, akikkel pózolt. Na, ez a szektor tipikusan a két rák műveleti területe. Sátánisták, mondjuk már ki, olyan, olyan do... Ó, meg, ez itt tartunk, bazd meg, mert South Park epizódban élek. Ha most még nem is teljesen tiszta, a videó végére számodra is kiderül, hogy konkrétan Olinszki kézikönyvéből dolgoztatják őket. Mint hogyha Mind a 12 pontra lenne egy-egy emberük. Itt nem lakatos kimosdatása a cél, de a folyamat része. Kétséget kell ébreszteni a közönségben. El kell érni, hogy megkérdőjelezzék a hír valóság tartalmát. Nem kell, hogy nekik higgy, elég, hogyha nevetségesnek tartod a hírnököt, és kételkedsz benne. Sátánisták. Igen. 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 <laughs> <laughs> Miért nem mutatják a közönséget? Ki mondta, hogy így van? Egy néző? Igen. Egy öreg asszony? Igen. Azon gondolkodtam, hogy ha megnéztétek az egész Bajersót, ez a rész hogy kerülhette el a figyelmeteket? Egy valami azonban biztos a helyszínen, egy babát találtak elégetve. Most erre a nyomozók azt mondták, hogy ez egy Ami kupac. egy kis oltárra volt fölti. Szemét kupac tetején egy éget baba. Elérhető a fénykép bárki számára. Én külön filmet is csináltam róla. Az nem szemét kupac. Az egy tökéletesen kézzel kirakott oltár. Ezt a részt miért nem vágtad be? Tudod, Ádám, hogy ha valamit szándékosan, kontextusból kiragadva mutatsz be, az ugyanúgy hazugság. De figyelj, megértem. Végül is akkor nem lehetne még röhögni, nem? Így, ahogy csinálják! De ha már itt témánál vagyunk, szerinted mire utal egy kőoltáron elégetett baba ott, ahol egy gyilkos lett? Fére sikerült Betlehemes műsor? Vagy Szalonát akartak sütni rajta? Vagy nem tudom, túl sok volt a vágás nélküli tagmondat, és így már nem bírta feldolgozni az oxigénhiányos agyad az elhangzottakat? Gyógyszert felírnak. Gyógyszerész vagyok. De Nyugi Ádám nevedd úgy a szívedre, inkább örülj neki, hogy a lakatos ügy miatt nincs időm a könyveléseddel foglalkozni, de legyen annyi elég, hogy amikor közvetett hazaárulásról beszélek, akkor maradjunk annyiban, hogy megalapozottan teszem azt. De ne térjünk el a tárgytól. Ha most azon gondolkodsz, hogy ez hogy köthető Saul Alinsky 12 pontjához, akkor segítek. Ádámék egész üzleti modellje, Ádáméké, arra épül, hogy érvek és nézetek ütköztetése nélkül gúnyolják ki a velük egyet nem értőket. Én így, ahogy csinálják! Ez pedig Alinsky ötödik pontja. A nevetségesé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. Nincs védekezés, irracionális, dühítő döntő nyomásgyakorlási pontként is szolgálhat, hogy engedményekre kényszerítsd az ellenfeled. Ez azonban itt nem ér véget. Most érünk el K. Endréhez, mert mint nem a bicskei gyermekotthon K. Endréjéhez, hanem a lakatos ügy K. André inkább Endréihez. Mert ugye mi is volt Endrebál legelső bűne? Az, hogy elkezdte megkérdőjelezni a tanúk vallomását. Ilyen olyan, hadd ne mondjam most, hogy minek nevezte az ottani gyerekeket, és azzal házalt, hogy csak a kártérítés miatt hazudnak. És figyeljük meg, hogy itt is mi megy. Az áldozat bizonyára hazudik, mert férfi prostituált, rostásozás, cigányozás, és ez nem véletlen. Kételyt kell ébreszteni, mert akkor lehet csak a következő szintre lépni. Ez még nem a következő szint, de mindenképpen meg kell említenünk Mérőverát, aki nem kizárt, hogy a történet egyik kulcsfigurája. Kicsit sem csalódtam benne. Az elején gőzerővel támadta Robit és kb. hozta a formáját. Mindenki hibás volt, kivéve a Majd jött a fordulat. Tudod, a nyomozatos ennek egyébként tudomásom róla hogy többek között mérővel állítólag rendszeresen tartja a kapcsolatot Lakatos Márka. Beszélgettek az ügyjel kapcsolatban is SMS-ben. Ezen a ponton mérővel a megijedt, és megpróbálta elbábozni a világ legszarabb, leghitványabb hattyú halálát. Nem tagadta, hogy beszélt volna Lakatossal, de azzal jött elő, hogy őt ezek szerint megfigyelik, lehallgatják, majd gyorsan törölte a Facebookját, és a Fideszre fogta. Mert a Fidesz nyilván törölteti azt a Facebookot, ami bizonyítékul szolgál arra, hogy ők tartják a kapcsolatot. De amúgy érted? Tehát a Fidesz törölte te azt a Facebookot, ahol potenciálisan bizonyítékok lehetnek Vera és Lakatos ellen. Az Instáját nem töröltette, csak a Facebookját, hihetetlenül szánalmas alakítás, de igazából erre ő is rájött még időben. Vagy valaki felhívta a figyelmét, hogy hallod, sajszé, hogy ha lakatos elítélik, akkor te leszel a következő bűnpártolásért, és ezért fogta és még gyorsan felhívta Robit, és elmondta azt, amit, hát, amit ilyenkor el kellett mondani. És akkor még nem beszéltünk Perint, Falviról, Nagy Ervinről és társaikról, akik bírósági ítélet hiányában nemhogy ártatlannak tartják lakatost, de némelyikük egyenesen Robit nevezi hazugnak. Minden esetre Szájer, Bese vagy Borkai kapcsán nem voltak ennyire körültekintőek, sőt, Borkai még ki sem kötött, már mindenki tényként állította, hogy mi történt. Na és itt érünk el a lakatos mozdatás talán legundorítóbb részéhez. Itt már megvolt a hallgatás, a terelés, a hiteltelenítés, most már lehet relativizálni, vagy normalizálni, kinek hogy tetszik. Mutatok egy példát. Egy cipőt kapott a szexért, de talán inkább azt akarta, hogy öt percig szeressék. Akár részletezhetném is, de a cím kb. összefoglalja az egész írást. Tehát nyilván ebben is van igazság, sőt, nem is kevés, és. Nagyon sok az olyan érzelmileg sérült gyerek, akikre az ilyen ragadozók vadásznak, mert, mert őket a legkönnyebb becserkészni, de tényleg így kell ezt most tálalni ebben a formában, és teljesen mindegy, hogy mi van a cikkben, teljesen mindegy, hogy mennyire tudományos, vagy mennyire megalapozott, mert a közönség egy jelentős része, csak a címet olvassa el, és el sem jut mondjuk a második bekezdésig. Ennek pedig ennek a címadásnak pedig az a célja, hogy elültessen egy gondolatot a fejedben. Az áldozat nem áldozat, ha ő is akarta. Ha pedig az áldozat nem áldozat, akkor az elkövető sem bűnös. Ennyi. De ez a fajta relativizálás nem új keletű a bal oldalon. Emlékszünk még erre a cikkre. Ha a pedofilok listázása csodafegyver, miért nem vetették be eddig? Kérdezi a 444. Van azonban ennek a cikknek egy bekezdése, amit már csak a Wayback Machine nevű archív oldalon keresztül tudunk elérni, mivel a portál azóta törölte azt. De tényleg súlyosabb bűn lenne egy letölteni, mint félhortra verni a feleségret minden héten a cserbenhagyásos gázolás vagy a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés nem elég aljas tett ahhoz, hogy nyilvántartásba vegyék az elkövetőit. Ezt hívják úgy, hogy relativizálás, amikor azzal próbálod csökkenteni valami súlyát, hogy más, súlyosabb esetekhez viszonyítod. Nem olyan szar a BKV, hiszen Romániában lovak húzzák a buszt. Ezt igazából csak Robi tudja meg a rendőrség, de Lakatos Márkot senki sem látta a botrány óta, még videóban sem. Csak írásban kommunikál, szóval ilyen alapon bárki lehet a vonal túlsó oldalán. Azóta közben Mérő Vera elnézést kért Robitól, és hajlandó együttműködni vele, bizonyára a jó szándék és a lelki ismeret vezérli. A legfrissebb sztori azonban az, hogy Robinak megtiltotta a népszava, figyelj, hogy leadja a saját videóját. Tehát nem viccelek, meg is írták neki. De ne rohanjunk ennyire előre, ezt Robi majd személyesen elmeséli, mert amint kikapcsolom a kamerát, már hívom is, hogy lebeszéljek vele egy interjút, ahol erről is fogunk beszélgetni. Illetve a november 15 ig tehát a pénteki, most pénteki közönség is ez lesz az egyik téma. Emellett lesz még kvíz nyereményjátékkal a garantált ajándék és egy erős beszélgetés. Tehát november 15, azaz most péntek, 18 30-as kezdéssel, kapunyítás 18.00-tól a megújult polgári mulatóban az Asztóriánál. Addig addig is tudod a dolgod. Attól, hogy Trump az USA elnöke, a YouTube -e még ugyanúgy működik, ha nem küldött szét a videóimat a haverjait között, valószínűleg el sem jut hozzájuk, pedig ez most egy nagyon fontos pártpolitikán túlmutató ügy. Szóval küldd el ezt a videót három barátodnak, nyomj egy lájkot, kommentben pedig írd meg, hogy szerinted előkerül-e valaha a lakatos márk. Élve. Sziasztok!